Sziasztok! Egy korábbi videóban említettem, hogy szeptemberben voltak itt Magyarországról barátaink, és bemutattuk nekik Coloradót. Hogyha Coloradóba készültök kirándulni, akkor talán hasznosnak fogjátok találni az elhangzott információkat. A négy Coloradói Nemzeti Parkból hármat látogattunk meg, de hogy melyik volt ez a három, majd a videóból kiderül. Ezen kívül nagyon sok látnivaló van Coloradóban, nehéz volt kiválasztani, hogy mi fér be ebbe a két hétbe, de próbáltuk úgy szelektálni a látnivalókat, hogy minél érdekesebb legyen. Mi azt szoktuk javasolni azoknak, akik az Amerikai Egyesült Államokba készülnek, hogyha lehetőségük van rá, akkor Európából egyenesen repüljenek abba a városba, ahova készülnek. Denverbe például, Münchenből, Frankfurtból és Londonból is van egyenes járat. Ezt két ok miatt szoktuk javasolni, az egyik az, hogy mikor ide lepültek az Amerikai Egyesült Államokba, ott lépítek át a határták, ott ellenőrzik a belépéshez szükséges papírokat és az útlevelet, ahol először leszáll a gépetek. Hogyha például mondjuk Európából repültek Chicagóba, és Chicagóból Denverbe, akkor Chicago lesz az a pont, ahol először beléptek az Amerikai Egyesült Államoknak a területére. Na már most Chicago az egyik legforgalmasabb repülőtér, ezért előfordulhat, hogy lekéssítek a következő járatot. Ennek elkerülése véget pedig egyszerűbb, hogyha egyenesen abba a városba repültek, hogyha van rá lehetőség, ahova eredetileg is készültök. A másik, ami miatt ezt szoktuk mondani, hogy egyenesen Európából Denverbe repüljetek, ne egy másik amerikai repülőtér, és onnan Denverbe, az pedig az, hogy Denverbe tényleg nagyon kedvesek és rendesek a tisztek a határnál. Biztos nektek is vannak különféle élményeitek az amerikai határ átlépéssel kapcsolatban. Ha gondoljátok, akkor írjátok meg kommentbe, hogy melyik repülőtéren milyen élmény, akár negatív, akár pozitív élmény élt benneteket. Ennyi bevezető után, akkor lássuk a programot. A hosszú repülőút, a magassági akklimatizáció és a 8 órás időeltolódás miatt egy laza városnézéssel kezdődött Colorado felfedezése. A denveri városnézésre elegendő 2, maximum 3 nap, attól függően, hogy mi mindent szeretnénk megnézni. Nekünk az első napban egy amerikai reggeli, amihez javaslom, hogy az Union Station-nél található amerikai reggelizőhelyek vegyétek igénybe, ott fogyasztátok el az amerikai reggelit, hogyha ez nem sikerül. Nekünk se sikerült, mert ez egy nagyon népszerű reggelizőhely, és itt található ugye a vonatállomáson. Ezért átmentünk egy másik amerikai reggelizőhelyre, a The Originalba. Ezt is nagyon javaslom, hogyha egy amerikai reggelit szeretnétek elfogyasztani. Flashing lights dance with fire in the night and wire. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Ezután megnéztük a baseball stadiont. Sétáltunk a 16. utcán. A 16. utca, ami a sétáló utca, átépítés alatt volt egyébként már tavaly óta. Reméljük, hogy hamarosan elkészülnek a felújítással. Meglepően tapasztaltam, hogy a tavalyi évhez képest sokkal kevesebb hajléktalannal találkoztunk a belvárosban. De mikor elhagytuk a fő sétáló utcáknak a környékét, ami ugye a 16.-17. utca, akkor rábukkantunk a sátorvárosra. Ellátogatunk a Kapitóliumba. És nem hagyhattuk ki a nagy kék medve szobrát sem. A
Az egynapi akklimatizáció után Mount Evans felé vettük az irányt, ami egy órányira található Denvertől, és ez tökéletes egy egész napos kiránduláshoz, ugyanis nem kell a környéken szállodát keresnünk, hanem reggel vagy délelőtt elmegyünk a Mount Evans-re, megnézzük, szétnézzünk a környéken, és este aludhatunk Denverben. A Mount Everest-nek a nevét egyébként időközben megváltoztatták Mount Blue Sky-ra. A Mount Everest John Evans-ről nevezték el, aki 1862 és 1865 között volt Colorado-nak a kormányzója, 2019 és 2022 között 6 hivatalos javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy a Mount Everest-nek változtassák meg a nevét. Mégpedig azért, mert Evans kormányzónak a neve szorosan kapcsolódik egy mészálláshoz. 1864. november 29-én amerikai katonák megtámadtak egy nagyjából 750 fős indián tábort, 230 indiánt lemészároltak, aminek több mint a fele nő és gyermek volt. Ennek fényében már érthető, miért kezdeményezték a Mount Everest-nek a névváltoztatását. A 14.258 láb magasan fekvő csúcs Colorado 14. legmagasabb csúcsa, és nem mellesleg ez a Pikes Peak-en kívül ez a másik legkönnyebb 14.000 láb feletti csúcs, amit meg tudunk mászni, ugyanis majdnem szinte a tetejéig fel lehet menni autóval, és a parkolóból csak pár száz métert kell megtennünk ahhoz, hogy eljussunk 14.000 láb magasság fölé. A Mount Blue Sky-ra vezető út nincsen egész évben nyitva, általában a Memorial Day-t megelőző pénteken szokták kinyitni, a munkaünnepén szokták bezárni, ugye ez változhat az időjárás függvényében. Sajnos azt nem lehet megcsinálni, hogy gondolunk egyet, és elugrunk megnézni ezt a 14.000 láb feletti hegycsúcsot, ugyanis előre napra és időpontra kell belépőjegyet foglalnunk. Mi egy-két nappal az út lezárása előtt voltunk itt, és a hegyi kecskék már biztosan érezték, hogy egy-két napon belül elcsendesedik a környék, és nagy számban megjelentek. Ennyi hegyi kecskék még sosem láttunk egyszerre itt Coloradóban. A Mount Blue Sky 4000 méter feletti csúcsának meghódítása után megálltunk a Summit Lake-nél, ahol a tundra növényzetet lehet tanulmányozni.
Mont Pluszkának a lábánál, még mielőtt behajtanánk ugye a felengőző kapunk, ott található az Ecolake. Az Ecolake-hez nem kell előre időpontok se foglalni, és semmiféle belépőjegyek nem kell fizetni. Itt lehet sétálni, túrázni, horgászni, halászni, vagy akár piknikezni is. Coloradónak 4 nemzeti parkja van, amelyek közül a Sziklás-hegység Nemzeti Park vonza évente a legtöbb látogatót, nagyjából 4 millió embert, így ezt mi se tudtuk kihagyni. A Sziklás-hegység Nemzeti Park másfél órányra található Denvertől. Ebben az évben, tehát 2023-ban, május 26 és október 22 között előre jegyet kellett foglalni, de nem csak jegyet, hanem az időpontot is meg kellett adni, hogy mikor akarunk a parkba belépni. Hogyha a park szívébe akarunk látogatni, akkor itt reggel 5 és délután 6 óra között kell időpontot foglalnunk, a park többi részére pedig reggel 9 és délután 2 között kellett időpontot foglalni. Azért, hogy elkerüljük a tömeget, mi hajnalban indultunk, és mire 5 órára odaértünk, a parkoló már félig tele volt. Ez volt az első alkalom, hogy láthattuk a napfelkelték a Sziklás-hegység Nemzeti Parkban. Hogyha lehetőségetek van rá, akkor szintén érkezzetek korán, és nézzétek meg a napfelkeltét. A Sziklás-hegység Nemzeti Park is nagyon közel található Denverhez, így nem szükséges itt szállást foglalnunk, de hogyha mindenképpen úgy gondoljátok, hogy valahol a környéken szeretnétek megszállni, és akkor reggel korábban be tudtok menni a parkba, akkor ezt a parkban nagyon sok szálloda és Airbnb lehetőség is található. A második nemzeti park, amit meglátogattunk, az a Black Canyon of the Gunnison volt. A nemzeti parkhoz a legközelebbi település, ahol meg lehet szállni, az Montrose, 20 percnyire található a parknak a bejáratától, és nagyjából 70-80 dollárnál kezdődnek a szállodáknak az árai. Ennél a nemzeti parknál nem kell attól tartanunk, hogy túl zsúfolt lesz, ide nem kell előre jegyet se foglalnunk, ez egy viszonylag kevésbé látogatott nemzeti park. Nincsenek olyan túra lehetőségek, mint például a Sziklás-hegység Nemzeti Parkban. Itt sokkal megelőltetőbbek a túrák, hogyha el szeretnénk menni túrázni, vagy akár arra is van lehetőség, hogy sátorozáshoz engedélyt kérjünk a Nemzeti Park szolgálattól. Akkor lemehetünk például a kanyonnak az aljára, ott éjszakázhatunk, és akkor egy vagy két nap múlva pedig visszamászunk a kanyonnak a peremére. Autóval nagyon könnyen be lehet járni ezt a nemzeti parkot, a főbb látványosságoknál meg tudunk állni, és onnan csak pár száz méterre találhatók a főbb látványosságok. A következő célpontunk a Colorado National Monument volt, amitől nem messze volt kempingeztünk, és így reggel korán be tudtunk menni és megnézni ezt a látnivalót. Van lehetőség a National Monumenten belül való kempingezésre, egy éjszaka 22 dollárba kerül.
hogyha szállodába szeretnénk megszállni, akkor Grand Junction 30 percnyire található innen. 60-70 dollárnál kezdődnek az alapszálloda árak, de hogyha egy úgymond normálisabb szállodába szeretnénk megszállni, akkor 100-120-130 dollár per éjjel kell kalkulálni. A kempingezés után következett egy lazább nap, egy újabb denveri város nézéssel. A denveri város nézés után következett az utolsó etap. Ez egy többnapos kirándulás volt, amit ott Garden of the Gods-szal kezdtünk. A Garden of the Gods Colorado Springsben található, szerves része a városnak, és Denvertől mindösszesen csak egy órányira található. Tehát szintén nagyon ideális egy-egy napos kiránduláshoz, tehát nem muszáj, hogy a környéken nézzetek szállásra, mert megnézitek a keltet, szétnéztek Colorado Springsben, és visszamehettek Denverbe. De mi majd tovább fogjuk folytatni az irányt a harmadik nemzeti park felé, amit majd meg fogunk látogatni. A Garden of the Gods, ugye az istenek kertje egész évben nyitva van, a mindenki számára ingyenes a belépő, a látogatóközpontban van egy nagyon jó szuvenírbolt, lehet kávézni, kisebb nasikak, snackeket vásárolni. Itt általában egész évben, télen és nyáron is nagyon sok a látogató. Tehát, hogyha ide készültök, ezt mindenképpen vegyétek figyelembe, hogy nem mindig könnyű parkolóhelyet találni.
Az Istenek kertjéből pedig a Great Sand Dunes Nemzeti Park felé vettük az irányt. Még mielőtt bementünk a Nemzeti Parkba, a közelben megnéztünk egy vízesést, a Zapata Falls-t. Hogyha meg szeretnétek nézni a vízesést, akkor mindenképpen készüljetek arra, hogy át kell gázolni majd a patakon, és sziklákon vagy sziklák között kell majd lépkedni. Vízálló cipő mindenképpen javasolt. Környéken nagyon korlátozottak a szállás lehetőségek. A Zapata vízesésnél található az a Zapata Falls Campground, ahol $11 per éjjel tudunk előre kempinghelyek foglalni. A Great Sand Dunes Nemzeti Parkon belül is található egy kempinghely, amit több hónappal előre érdemes lefoglalni, mert ez szinte mindig tele van. Ennek az ára pedig $20 per éj. A legközelebbi szállás a Nemzeti Parkhoz nagyjából 30 km-re található, de ez sem szálloda, hanem egy úgynevezett idézőjelben luxus kemping, ahol sátrakban alhatunk, de van ágy, fürdőszoba, kapunk reggelit, és ennek az ára nagyjából $150-200 per éj. Miért kezdődik, de hogyha szállodába szeretnénk menni, akkor mondjuk azok olyan 40-50 kilométerre találhatók a Nemzeti Parktól, és még jobban a zsebünkbe kell nyúlni, hogyha a szállodaszobát szeretnénk lefoglalni. Hogyha ilyen sok természeti látnivalót szeretnétek megnézni Coloradóban, akkor mindenképpen javaslom, hogy váltsátok ki az első helyen az egyéves Nemzeti Park bérletet, aminek az ára $80. Ezzel az éves bérlettel az összes Nemzeti Parkba, National Monumentekbe és még nagyon sok helyre be lehet menni, nem kell külön fizetni érte, azonban például ugye a Sziklás-hegység Nemzeti Parknál, valamint a Mont Blue Sky-nál is van, hogy előre kell jegyet foglalni egy meghatározott napra, és azon belül egy meghatározott időpontba. Ezeknél a foglalásoknál ki kell fizetni a foglalási díjat, ami általában $2, tehát belépő jegyek nem kell vennünk, belépni be tudunk a park területére éves bérlettel, de az nem tartalmazza a foglalási díjat. Bízom benne, hogy informatívnak találtátok a videót, és hogyha Coloradóba készültök, remélem, hogy fogjátok tudni használni az elhangzott információkat. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és tartsatok velem legközelebb. Sziasztok!